A szájos esztendő. Közepes volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termésmennyiség a földeken az idei évben. Népszerű konstrukció. Idén több mint 2 milliárd forintnyi hitel érkezett a megyébe a Széchenyi Kártya program keretében. Közműfejlesztés. Hazai és uniós forrásból több mint 640 millió forintot fordíthatott Nagykálló városa ebben az évben ivóvízminőség javító programra. Közepes volt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei termés mennyiség a földeken az idei évben. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke kérdésünkre azt is elmondta, a minőséget tekintve a gabonafélék átlagoshoz közeli, míg a kukorica és a gyümölcsök az átlagostól jóval alacsonyabb termést hoztak. Az enyhe őszi időjárás és a megfelelő mennyiségű csapadék kedvezett az évvégi vetésnek. A gazdák végeztek az őszi vetési munkákkal, és az időjárásnak köszönhetően a földbe került kalászosok már felkészültek a télre. Az év első felében azonban nem volt kedvező az időjárás a mezőgazdaság számára. Én úgy gondolom, hogy a 5 éves átlagot veszik figyelembe, akkor körülbelül egy közepes vagy a közepesnél valamivel gyengébb termés takarítottunk be a mezőgazdaságba. A gabonafélék, a búza, titikálé, rozs még itt a mi megyénkben nem szenvedett olyan károkat, ugyanis olyan érési fokozatba jött már az aszály, amikor a szemek tertek voltak, és én úgy gondolom, hogy még a gabonafélékről beszélünk, akkor az átlagtól egy jobb minőséget takarítottunk be, ez az arány itt a mi megyénkben ilyen 50-50% szokott lenni, és most a minőség az körülbelül 70%, a étkezési búza termetés körülbelül 30% lett, ami takarmánybúza lett. Rácz Imre elmondta, a gabonafélék felvásárlási ára idén az átlag körüli volt. A később érő termények, valamint a gyümölcsök a nyári aszály miatt az átlagostól alacsonyabb bevételeket hoztak a gazdáknak. Az alma minőségeivel is és mennyiségeivel is problémák voltak, ez jelentkezett is ugye a léalmának az árába is, a tavalyi 12 forint helyett most 40 forint fölé mentek az árak. Én úgy gondolom, hogy az aszály, még ahol öntözni tudtak, ott is minőségi kifogások merültek fel, 38-40 fokos melegben nap égett, perzselt gyümölcsök lettek, ahol meg nem tudtak ültetni ott, vagy öntözni ott, meg a minősége voltak problémák. A tavalyi 850-900 ezer tonnás országos mennyiséghez képest én szerintem most a 450 ezer tonna, ha megtermett, itt a megyében 300 ezer tonna alatt dolgoztak feldolgozó üzemek sűrítményt, és szerintem országos szinten körülbelül vagy 150 ezer tonna lehet az, ami hűtőkbe került vagy ősszelétékesítésre. Az idei évben nem csak a nyári forróság és az aszály sújtotta a terményeket, tavasszal a jégkárok és az özönvízszerű esőzések pusztították a termést. Az idei évben több mint 2 milliárd forintnyi hitel érkezett Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe a Széchenyi Kártya program keretében. A legtöbb szerződést a folyószámla hitel és az Agrár Széchenyi Kártya igénylésére kötötték. Utóbbi a kárt szenvedett gazdálkodók számára akár nulla költségű hitelként is elérhető az év végétől. A 2002-ben induló Széchenyi kártyát a vállalkozások átmeneti likviditási gondjainak kezelésére dolgozták ki. A folyamatosan bővülő kínálatban jelenleg 6 termék érhető el, amelyek közül a legnépszerűbb a Széchenyi kártya folyószámla hitel. Ez a termék akár 50 millió forintig igényelhető 1+1 éves futamidővel. 2015-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamarában 345 igénylést juttattunk a konstrukcióhoz csatlakozott bankokba. Ebből az igénylés számból 280 hitelszerződést lett megkötve, a kihelyezett hitelállomány pedig megközelíti a 2,19 milliárd forintot. A hiteltermékek közül máig legsikeresebb termékünk a Széchenyi kártya folyószámla hitel, amelyet mindazon egyéni vállalkozók, társas vállalkozók igényelhetik, amelyek megfelelnek a KKV szektor alapfeltételeinek, illetve nem tartósan veszteségesek, lejárt köztartozásuk nincsen, és legalább
egy teljes lezárt üzletével rendelkeznek. 2015-ben a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kereskedelmi és iparkamara több mint 300 folyószámla hiteligénylést juttatott el a programban résztvevő bankokhoz. A megyében kihelyezett folyószámla hitel összege megközelítette a 2 milliárd forintot, mondta el Tóth Nick Gecsei Zsuzsa. Hozzátette, a másik kiemelt termék idén az Agrár Széchenyi kártya volt, amiben az év végén jelentős változások történtek. Az Agrár Széchenyi kártyában van egy döntő előrelépés, méghozzá 2015. december 1-én megjelent egy FM rendelet, amely alapján a kedvezőtlen időjárás miatt kárt szenvedett gazdálkodók, illetve azok a gazdálkodók, akik Agrár Széchenyi kártyával rendelkeznek, vagy 2016. március 31-ig hatályos szerződést kötnek, a jelenleg hatályos 4% kamattámogatás és kezességi díjtámogatáson felül további támogatáshoz juthatnak, méghozzá a 2015. április 30-át követően esedékes időszakra, az adott hitelügyet teljes időtartamára. Ez gyakorlatban annyit jelent, hogy a kárt szenvedett gazdálkodók nulla költségű hitelhez juthatnak. Az Agrár Széchenyi kártyával kapcsolatban 2015-ben több mint 60 igénylést regisztráltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a kihelyezett hitelállomány pedig meghaladta a 190 millió forintot. Ezt a szabad felhasználású hitelt a növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó őstermelők, valamint a magán- vagy társas vállalkozások vehetik igénybe. Hazai és uniós forrásból több mint 640 millió forintot fordíthatott Nagykálló városa ebben az évben ivóvíz minőségjavító programra. Több mint 5 kilométeres szakaszon vízvezetéket cseréltek, és a vízművek irányítás technikai rendszere is megújult. Erre nagy szükség volt, hiszen elavult, 40 éves volt a rendszer. Emellett szintén 2015-ben fejeződött be a szennyvízrendszer kiépítése is. Korábban több Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei településen probléma volt az ivóvíz minőségével. Nagykállóban és környékén az uniós előírásoktól eltért az ivóvíz arzén tartalma. 2014 után elérhetővé váltak olyan uniós pályázatok, amelyeket az ivóvíz minőségének javítására fordíthattak a települések. A nagykállói fejlesztés keretében a kiépített ivóvíz ellátó rendszer teljesen megújult, ahogyan a gépészeti és szűrőberendezések is. Nagyon büszkék vagyunk, és ez nagyon fontos a város életében. Az elmúlt 30-40 évben mind a víz szállításával kapcsolatosan, mind pedig a víz tisztításával kapcsolatosan azért voltak hiányosságok. Itt ami városfejlesztési szempontból sem elhanyagolható, például a víztoronyunkat is felújítottuk. Sokszor már ennek a statikai állapota is megkérdőjeleződött, illetve az üzeme is csak negyed, illetve harmad üzemben teljesített. A nyomóvezetéket építettünk a városba, ami pontosan a vízműtelepet és ezt a víztoronyot köti össze. Így ezzel azt tudtuk garantálni, hogy állandó a víznyomás, tehát nincsenek most már problémák. 2015-ben nagy részt uniós támogatással létesítették a városban a korszerű szennyvíztelepet, 760 millió forintos támogatással. A Biri településsel közösen használt telep túlterhelt volt, bővítették annak kapacitását. Egy év használat után további fejlesztéseket terveznek. Láthatóak is az újabb problémák, az, hogy most már megvan az új telepünk, több helyen megújultak az áttemelők, viszont még több szükség van arra, hogy a működő rendszert tovább rekonstruáljuk. A nagyobb közműfejlesztések és a város rehabilitációs beruházások mellett Nagykállóban 2015-ben több útszakaszon kerékpárút épült, köztük a Kálló-Semjén-Nagykálló közötti. A következő évben a Nagykálló-Nyíregyháza közötti kerékpárutat tervezik megépíteni. 200 millió forint pályázati támogatásból építenek összekötő kerékpárutat Fényeslitke és Kisvárda között, de több intézmény energiakorszerűsítése is megtörtént Fényeslitkén 2015-ben. A fejlesztésekről a folytatásban előtte nézzük a híradó további témáit. Karácsony táján megszaporodnak a lakásban tartott kutyákat, macskákat fenyegető veszélyek. Sokszor nem is gondolná az ember, mi mindenre kell odafigyelni ilyenkor, ha szeretnénk megkímélni kedvencünket egy kis gyomorrontástól, vagy akár nagyobb problémáktól.
Nem panaszkodhatnak a 2015-ös évben elért eredményekre a nyíregyházi tekézők. Az NTK az előző szezonban magabiztosan veretlen tavaszt produkálva harcolta ki a bennmaradást a Szuperligában, a jelenlegi bajnokságban pedig félidőben a 9. helyen állnak fintáék. $200 millió pályázati támogatásból építenek összekötő kerékpárutat Fényeslitke és Kisvárda között, de több intézmény energiakorszerűsítése is megtörtént Fényeslitkén 2015-ben. A polgármester kérdésünkre elmondta, jelenleg mintegy 2500-an élnek a községben, ez a szám azonban folyamatosan nő. Épül a bicikliút Kisvárda és Fényeslitke között, ezzel biztonságosabbá válik a kétkerekű közlekedés a két felsőszabolcsi településen. Fényeslitkén 5 intézmény komplett energetikai felújítása, külső szigetelése és nyílászáró cseréje is megtörtént, továbbá napelemeket szereltek az épületekre, az általános iskola korszerűsítése pedig jelenleg is zajlik. Ezekre összesen több mint 300 millió forintot költött az önkormányzat. 350 millió forint pedig a kerékpárút, illetve az önintézménynek az energia korszerűsítése, de igazán legnagyobb öröm most számunkra az, hogy a Fényeslitke mellett levő 165 hektáros állami tulajdonú ipari logisztikai terület, amely összekötetése van Vlagyivosztokkal, azt lehet mondani, hiszen a széles vasúti vágány itt van a végpontja, amelynek a másik vég ugye Vlagyivosztoknál van. Tehát egy nagy lehetőséget ad a feltárút, ami Kisvárát, illetve Záhonyt fogja összekötni, és Fényeslitke ipari területe mellett megy el, így a befektetőknek már a megjelenése, a folyamatos megjelenése is bizonyítja az, hogy mennyire fontos számunkra ez a térségfejlesztési projekt. Ezeknek a fejlesztéseknek a célja új munkahelyek teremtése, ezáltal a település lakosság megtartó képességének növelése. Ezt szolgálja a helyi komplex egészségügyi szűrőprogram is, amire közel 20 millió forintot fordít az önkormányzat évente. A több mint 10 éve működtetett egészségmegőrző programok, illetve szűrőprogramoknak köszönhetően Fényeslitkének az egészségügyi mutatói kimondottan jó irányba fejlődtek. Ez köszönhető annak, hogy ugye 10 éve a méhnyakrák elleni védőoltást ingyenesen biztosítjuk a 8-os lányoknak, igaz, hogy most már a 7-eseknél ugye átvállalta a magyar állam, illetve komplett urológiai szűrést hajtunk végre a férfiaknál. Ez a PSA teszten kívül a fizikai beavatkozás jelenti, itt a megyei kórház szakemberei végzik a vizsgálatokat, ez 2 évente van, illetve ugye van a merrákszülés a hölgyeknek, illetve 512 embernek pedig szemfenék vizsgálatot végeztettünk. A polgármester hangsúlyozta, a lakosság száma az országos átlagtól eltérően Fényeslitkén folyamatosan növekszik, jelenleg 2480-an élnek a településen. Karácsony táján megszaporodnak a lakásban tartott kutyákat, macskákat fenyegető veszélyek. Sokszor nem is gondolná az ember, mi mindenre kell odafigyelni ilyenkor, ha szeretnénk megkímélni kedvencünket egy kis gyomorrontástól, vagy akár nagyobb problémáktól. Hányás, hasmenés, idegentest a gyomorban. Ezek az ünnepi időszak legjellemzőbb problémái, amelyekkel karácsony és szilveszter között a kiskedvencek állatorvosi ellátásra szorulnak. Négylábú barátainkra számos veszély leselkedik a szeretet ünnepén. A terített asztal incsiklandozó illatokkal, a karácsonyfa, a csengettyűk, a dizájnos díszek csillogása különösen csábító lehet kutyánk és cicánk számára, nem is beszélve a finom édes szaloncukorról díszcsomagolásban. A szaloncukor már önmagában is problémákat okozhat. A kakaótartalma, a csokoládétartalma az, ami mérgező a kutyák, macskák számára. Egy-két darabtól még nem lesz problémájuk, de nagyon mennyiség okozhat mérgezést. Oda kell rá figyelni, hogy ők nem csomagolják ki a finomságot, mielőtt megennék, hanem akár az akasztóval, csomagolással együtt lenyelik, ami nem csak mérgezést, hanem egyéb problémákat is okozhat. Az állatorvosok tehát arra hívják fel a gazdik figyelmét, hogy az évvégi időszakban is legyenek tudatos állattartók. A karácsonyi dekoráció készítésénél is gondoljunk a körülöttünk sündörgő kedvenceinkre, és ne feledjük, hogy az ünnepi terülj-terülj asztalkám, a fűszerezett ételek, a szaloncukor, a bejgli nem kutya-macska gyomornak való. Ha mindenképp késztetést érzünk arra, hogy valamiféle különleges csemegével lepjük meg őket karácsonykor, inkább vegyünk kifejezetten nekik gyártott ropogtatni valókat.
Nem panaszkodhatnak a 2015-ös évben elért eredményekre a nyíregyházi tekézők. Az NTK az előző szezonban magabiztosan veretlen tavaszt produkálva harcolta ki a bennmaradást a Szuperligában, a jelenlegi bajnokságban pedig félidőben a 9. helyen állnak fintáék. A 2014-2015-ös szezont a 7. helyen zárta az NTK a legmagasabb osztályban, úgy, hogy az alapszakaszban a csapat csak hajszállal maradt le a felsőházi rájátszásról. Kiesési gondjai így sem voltak a nyíregyháziaknak, akik nagyszerű tavaszt produkáltak, fintáik valamennyi ellenfelüktől szereztek legalább egy pontot. Büszkén mondhatjuk el, hogy a nyíregyházi Teke klub abszolút veretlenül zárta azt a fél évet, és annak is volt köszönhető, hogy a tabellán a 7. helyen zárhattunk, és azt lehet mondani, hogy biztosak tudjuk mondani, hogy megérdemelten sikerült azt a helyezést elérnünk, bármint tudjuk, hogy az őszi szezonban volt egy-két olyan mérkőzés, ami nem várt vereséggel záródott, és ennek volt köszönhető, hogy az alsóházba szorult a csapat. Hozzáteszem, hogy az alapszakaszban egy rivális elleni győzelmünk meg lett volna, akkor a közép mezőnybe végezhettünk volna, de semmiféleképpen nem volt kiesési gondunk, már a rájátszás elejétől kezdve, úgyhogy azt lehet mondani, hogy tényleg nyugodtan tudtuk a tavaszi szezont végigjátszani, és helyek közel jöttek a nagyszerű teljesítmények, úgy hazai pályán, mint idegenben, és amit mondtam, a legfontosabb az volt, hogy egyáltalán nem szenvedtünk vereséget a tavasz szezonban. A nyíregyháziak változatlan játékos kerettel vágtak neki a 2015-2016-os szezonnak, amelyben a korábbi 10-zel szemben 12 csapat indult. Az első hazai mérkőzésünk, ami tavaly a Kaposvár ellen nem sikerült, és a sorsfintoraként most is a Kaposvárt fogadtuk első hazai mérkőzésünket, és szintén nem sikerült, úgyhogy azt lehet mondani, hogy megint egy rossz kezdést produkáltunk itt hazai pályán. Még hazai pályán hozzáteszem, hogy a szolnoki vereség volt egy kicsit nem várt vereségünk, de az a szolnoki csapat azon a napon abszolút jobb volt nálunk, úgyhogy az megérdemelt siker volt számukra, és hozzáteszem, hogy az első hazai győzelmünk már a tavasz és az őszi szezon vége fele a Ferencváros ellen sikerült, akkor jött össze, ami viszont egy nem várt győzelem volt, ugyanis a Ferencváros két világbajnokot igazolt a nyáron, jócskán megerősítette a keretét, és hogyha a mérkőzést, aki kint volt és látta, és végigizgulta, az a 16 fás győzelmünk, az abszolút nüansznyokon múlott, hogy sikerült behúznunk, az az 5-3-as győzelem viszont mindenképpen majdhogy nem egy 4 pontos mérkőzésnek felelt meg számunkra, és azzal tudtuk felettetni a Kaposvár elleni első hazai fellépésünkkel való vereségünket. A bajnokság január közepén folytatódik. A nyíregyháziak sorsolása kedvezőbb az őszinél, a közvetlen riválisokat a Városi Stadion csarnokában fogadják fintáig, így jó esélyük van arra, hogy előrébb lépjenek a jelenlegi 9. helyről. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer néhány mondatban. Közepes volt a Szabolcsatnár Bereg megyei termésmennyiség a földeken az idei évben. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcsatnár Bereg megyei szervezetének elnöke kérdésünkre elmondta, a minőséget tekintve a gabona félék átlagoshoz közeli, míg a kukorica és a gyümölcsök az átlagostól jóval alacsonyabb termést hoztak. Az idei évben több mint 2 milliárd forintnyi hitel érkezett Szabolcs-Szatmár Bereg megyébe a Széchenyi Kártya program keretében. A legtöbb szerződést a folyószámlahitel és az Agrár Széchenyi Kártya igénylésére kötötték. Utóbbi a kárt szenvedett gazdálkodók számára akár nulla költségű hitelként is elérhető az év végétől. Hazai és uniós forrásból több mint 640 millió forintot fordíthatott Nagykálló városa ebben az évben ivóvíz minőségjavító programra. Több mint 5 kilométeres szakaszon vízvezetéket cseréltek, és a vízművek irányítás technikai rendszere is megújult. Erre nagy szükség volt, hiszen elavult, 40 éves volt a rendszer. Emellett szintén 2015-ben fejeződött be a szennyvízrendszer kiépítése is. A Kölcsei Televízió híradóját látták szerdán, december 24-én, azaz holnap is friss hírekkel jelentkezünk. A mai, illetve korábban elhangzott híreinket pedig továbbra is elérhetik honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!